Idén második alkalommal gyűltek össze az érdeklődők az adventi gyertyagyújtásra. Mezőkövesd város önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Tavaly hívta meg először a város lakosságát az adventi közös ünneplésre. Ezúttal rendhagyó módon nem a Szent László templom mellett, hanem a rossz időjárás miatt a közösségi ház színház termében tartották meg a programot. Idén második alkalommal gyűltek össze az érdeklődők az adventi gyertyagyújtásra. Mezőkövesd város önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Tavaly hívta meg először a város lakosságát az adventi közös ünneplésre. Ezúttal rendhagyó módon nem a Szent László templom mellett, hanem a rossz időjárás miatt a közösségi ház színház termében tartották meg a programot. A várakozás időszakának nyitányaként elsőként dr. Medvegy János plébános áldotta meg a település ünnepi koszorúját, majd pedig a Szent László ifjúsági kamarakórus adott elő karácsonyi egyházi énekeket. A Dohányúti Tagovoda nagycsoportosai tigli életképeket mutattak be a közönségnek, illetve Apóka Szekere című mesével idézték fel a közelgő ünnep mondani valóját, a szeretetet. A Mezőferenc tagiskola negyedik osztályosai verses, énekes, táncos produkcióval szerepeltek. A program végén meggyújtották az első adventi gyertyát a koszorún. Az épület előtt pedig forralt borral és meleg teával kínálták az érdeklődőket.